Önök a Cikádon magazint látják, köszöntöm nézőinket! Véglegesítette ez évi költségvetését Bátaszék önkormányzata. A település ebben az esztendőben 2,2 milliárd forintból gazdálkodik majd, ami lehetővé teszi minden önkormányzati intézmény biztonságos működését, egy megfelelő szociális háló fenntartását és a tervezett beruházások véghezvitelét, mondta Bozsolik Róbert polgármester az egyhangú szavazást követően. A polgármester elmondta, nagy problémát jelent, hogy az állami normatívák nem fedezik a kötelezően ellátást feladatok költségeit, ami jelentős források bevonását kívánta meg az önkormányzattól. Olyan költségvetést sikerült összeállítani, melynek teljesülése esetén nyugodt, kiegyensúlyozott évet tudhatunk magunk mögött, melyben az alulfinanszírozás ellenére minden szféra működésére megfelelően jutott forrás, mondta Bozsolik Róbert polgármester. Az állami támogatások azok körülbelül ugyanolyan mértékben érkeznek be a költségvetésbe, mint 2018-ban, stagnálás van. Egy 8%-os emelkedés ugyan történt, de ez nem azon múlott, hogy emelkedtek volna a normatívák, hanem a beszámítás, úgymond az elvonás egy kicsivel kevesebb volt ebben az esztendőben. Egy-két területen van némi finanszírozás növekedés, de ott feladat bővüléshez kapcsolódik. Ebből adódik, hogy sajnos ki kell jelenteni, hogy az állami támogatások azok gyakorlatilag stagnálnak, és ebből adódóan jelentős alulfinanszírozottságról tudunk beszélni. Mindez azt jelenti, hogy bár területenként más-más mértékben, de a városnak a kasszába kellett nyúlnia a feladatok maradéktalan ellátása érdekében. Oktatási területen jó számokról beszélhetünk, hiszen ott a város mintegy 10%-kal járul hozzá a működési kiadásokhoz, a többi központi költségvetési támogatásból, illetve működési bevételből fedezhető. A szociális területen vannak nagyon nagy hiányosságok, ott ez a szám már 40% körüli, tehát ott nagyon-nagyon megnyílt az olló. Ez két dologra vezethető vissza, egyrészt az alulfinanszírozottságra, másrészt, hogy a tényleges költségeket nem lehet ráterhelni gyakorlatilag a szolgáltatás igénybevevőkre, hiszen ők egyébként is szociálisan hátrányos helyzetűek, így az önkormányzatnak kell helytállni ezekben a szolgáltatásokban az összegek finanszírozásával. A bevételi oldalakon jelentős forrást biztosítanak a növekvő helyi adóbevételek, illetőleg a TET támogatása. Azt lehet mondani, hogy Bátaszék város aránylag jó adóerőképességgel rendelkezik a maga nagyságrendjében. Ez nem azt jelenti, hogy magas az egyfőre eső adóbefizetés, hanem azt jelenti, hogy az a pénz, amivel számolunk, az mindig be is folyik. Ez mintegy 303 millió forintot fog jelenteni a 2019-es esztendőben. Ennek legnagyobb részét természetesen az iparozási adóbefizetések fogják kitenni, ez olyan 260 millió forint körül összeg. Itt némi növekedés van az elmúlt évhez képest. Ez elsősorban arra vezethető vissza, hogy vannak olyan vállalkozási területek, gondolok én elsősorban az építőiparra, ahol jelentősebb árbevétellel tudtak gazdálkodni 2018-ban és várhatóan 2019-ben, így az iparozási adóbefizetési arány is nőni fog. Kommunális adóban hasonló módon tervezünk, mint egy 32 millió forint beérkezését várjuk a költségvetésben. Hát ezek azok az összegek, amelyek mindenképpen kellenek ahhoz, hogy a költségvetést össze lehessen állítani. Fontos kiemelni még a TET-nek a támogatását, ami mintegy 80 millió forintra tehető ebben az esztendőben, és hát természetesen vannak intézményi működési bevételek. Ebből tevődik össze a bevételi oldal, és természetesen még a pályázati forrásokat nem szabad kifelejteni, hiszen a 2017 és 18-as esztendőben elnyert pályázatok, azok fel nem használásuk mértékében beépülnek a 2019-es költségvetésben, így a bevételi oldal mintegy 2,2 milliárd forintot fog majd kitenni. Az idei esztendőben is nagy hangsúlyt kapnak azok a felújítások, melyek fokozzák az itt élők komfortérzetét, és nagyon fontos elem a civil szféra támogatása is, mondta a polgármester. Biztosan van még olyan terület, ahová nem jutottunk oda is, és kellene, de ugye a költségvetésen belül mindig az arányokat kell figyelembe venni, hogy ne csak egy területet próbáljunk mindig preferálni, hanem minden esztendőben próbáljunk más-más területet is támogatni, akár közművelési épületeknek a felújítására gondolok, akár sportcélú épületeknek a felújítására, amellett, hogy természetesen a fejlesztések és beruházások mellett az általános működést is kell tudni finanszírozni, civil életet kell tudni finanszírozni, erre nagyon odafigyeltünk az elmúlt években, az elmúlt ciklusban,
a társadalmi szervezetek működéséhez forrásokat biztosítsunk, idén is mintegy 19 millió forint fog majd rendelkezésre állni, de nagyon odafigyelünk arra, hogy a szociális hálunk az szoros legyen, annak érdekében, hogy senki ne essen ki, tehát aki ténylegesen rászorult, az a várostól a megfelelő támogatást biztosítsa, de hát pénzt kell gyakorlatilag arra, hogy a komfortérzetünket fent tudjuk tartani, jó rendezvényeket kell rendezni, színvonalas rendezvényeket. Ezekhez is a források rendelkezésre állnak, hiszen nagyon sokan várjuk már a következő bátaszéki bornapok rendezvényt, ami 2019. szeptemberébe kerül megszervezésére. Ehhez is megfelelő források rendelkezésre fognak állni a 2019-es költségvetésben. A Pélvax Kávéház megidézésével, az általános iskolások ünnepi műsorával és koszorúzással emlékeztek Bátaszéken az 1848-as, 49-es forradalomra és szabadságharcra. Bozsolik Róbert polgármester ünnepi beszédében arról szólt, mindenkornak megvannak a maga feladatai, melyek kihatással vannak a következő nemzedékekre, és ennek elvégzése a legfontosabb feladat. Kávé különlegessége Kossuth Kifli és hamisítatlan kávéházi hangulat uralkodott a művelődési házban. Hogy az asztaloknál a közélet dolgai vagy egészen más volt-e a beszédtéma, nem tudható. De tény, hogy sokan jöttek találkozni, beszélgetni, ünnepelni. Ilyenkor melengeti meg ez a fajta öröm a szívünket, hogy érdemes ilyet is indukálni, ilyet is tervezni és szervezni. Mert hogy eljönnek az emberek, itt vannak a Pilvax kávéházban, olvasgatnak és egymással beszélgetnek. Azt gondolom fontos, hogy találkozzanak egymással az emberek, és ne csak a világhálón, a közösségi portálokon. A hagyománya van már a Pilvax kávéháznak Bátaszéken, hogy az ünnepi műsort megelőzően leültetjük az embereket, vagy invitáljuk egy kávéra, kapucsinóra, illetve Kossuth Kiflire, de azt gondolom, hogy mindenféleképpen szükség. És ezért is szeretnénk több hasonló jellegű dolgot, rendezvényt csinálni, illetve találkozást, akár a városban működő civil egyesületek találkozását szeretnénk egy kicsikét összehozni és elősegíteni, akár az egyesületekét, a néptáncsoportokét, de a különböző generációkét is. Az ünnepi műsort ezúttal az általános iskola 6. C osztályosai készítették. A program központi eleme a szabadság gondolata volt. Katonaként és nemzetőrként sokan támogatták a szabadságharc ügyét, a bátaszéki nemzetőrzászlóalj 300-addal közel 600 fővel vett részt a harcokban, magyarok és németek vegyesen. A műsort követően az ünneplők a Hősök emlékművéhez vonultak, ahol a szónok Bozsolik Róbert polgármester ünnepi beszédében kiemelte a sajtószabadságának fontosságát. Úgy gondolom, hogy korosztálytól függetlenül valamennyien emlékszünk a régi iskolai beszédekre, a történelemkönyvek mondataira, a szavalatok hangjaira, melyek hol büszkeséggel is harsányan ecsetelték 1848. március 15-ének, a magyar történelem talán legbátrabb napjainak eseményeit és a dicsőséges hadjáratok sikereit, hol pedig megtörtént és melankolikusan adták tudtunkra az elbukott ütközetek leírásait, a szabadságharc bukásának pillanatait. Történelmünk eme dicsőséges 18 hónapjának és az azt követő megtorlás időszakának eseményeit mindannyian ismerjük és nem feledjük soha. De keveset beszélünk a forradalmat megelőző időszakról, hiszen a 48-as események nem voltak elézmény nélküliek. Azt elő kellett készíteni, meg kellett alapozni, megfelelő közeget kellett teremteni hozzá. Ma már tudjuk, hogy a semmiből nem születnek forradalmak. Különösen nem olyan dicső forradalom, mint a miénk 1848-ban. És azt is tudjuk, hogy a történelemben akkor lehet nagyot alkotni, ha a vezetők és követőik megértik, megérzik az idő szavát.
akkor és ott azt teszik, amit tenni kell, amit tenni lehet, és amit tenni érdemes. Bozsolik Róbert kiemelte az 1820 és 40 közötti korszak a nemzeti újjáéledés alkotó korszaka volt. 1848-tól azt mondta, emberfeletti összefogással és közös erővel tudtunk diadalt aratni, melyet egyetlen európai nemzet sem tudott a forradalmi hullám során. Kiemelte, 171 éve egy mintát kaptunk a kezünkben arra, hogy független és szabad Magyarországot teremtsünk a következő generációk és magunk érdekében. 1848 üzenetét így fogalta össze. 48 eseményének nagy emberei, nagy alakjai abban az időszakban tudták, hogy mit kell tenni, és valós, kézenfogható harcot vívtak, és olyan eredményeket próbáltak elérni egy szabad társadalom, egy nagy magyar társadalom érdekében, amelyet most már a történelemkönyvéből tudunk, hogy mit is jelentett. Ma embere számára 48 sok mindent üzenhet, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy nem áll ellenségek elleni harcra kell fölhívni a magyarokat, hanem a valós problémákkal kell foglalkozni, mert ennek a kornak is megvan a maga törekvése, megvan a maga feladata is, ha ezt elszalasszuk, akkor nem csak a mi nemzedékünk jövőjét szalasztjuk el, hanem az utánunk következőkét is. Az ünnepség végén a Bátaszéken működő társadalmi, oktatási és civil szervezetek kosztolóival tisztelektek 48 eszméje és hősei előtt. Mivel a húsvétot 40 napos bőjt előzi meg, az andrásfalviak a farsang végén még egyszer kimulatják magukat. Ezt a húsvéti ünnepkörhöz tartozó népszokást a Bátaszéki Székelyek baráti köre is minden évben megtartja. A húshagyati bára idén nagyon készültek. Készültek a hagyományos disznótoros étkek a székely szokásoknak megfelelően azon a disznóvágáson, amit közel 30 éve tart meg a Bátaszéki Székelyek baráti köre. Az is hagyomány, hogy az itt elkészült finom falatokat a húshagyati bálon szolgálják fel a településen élő székelyeknek és barátaiknak. A műsor előtt összeültek a baráti kör tagjai, házi készítési süteményekkel, minőségi italokkal teltek meg az asztalok, és a hangulat egyre fokozódott. Majd meglátjuk, hogy a végén hogyan szeretünk mulatni, szeretünk táncolni, és majd meglátjuk, hogy a többség hogyan viszonyul hozzá. Mi végül is nem vagyunk székelyek, de romániai vagy bánátiak, és a barátaink azok székelyek. Mi még dolgozunk aktív, és hát nem tudunk, hónap szerda ő neki hajnalban mindig kellett menni dolgozni. Most viszont nem, és rögtön kaptunk is az alkalmat. Várján, táncolni fognak? Igen, fogunk. Komolyan? Igen. Többek között ezért jöttek? Na, ezért is. Miért még? Hát meg kíváncsiak voltunk, hogy milyen. Minden évben nagyon várjuk, hogy a székely bár legyen, mert együtt vagyunk a nyugdíjas klubosok különben, és mindnyájan jól érezzük magunkat itten, szeretünk itt lenni. Én szeretem a székely beszédet hallani, mert nem olyan nagyon sokat gyakoroljuk, és az a jó ízes székely beszéd, és akkor olyan jókat mosolygunk rajta, hogy hát értjük mi, csak nem használjuk. A régieket ismerősökkel is találkozunk, mert vidékről is vannak szekszárdiak is, akiket ismerünk, és olyan jó találkozni velük. Minden népcsoport, így a székelyek is fontosnak tartják a hagyományok ápolását, tovább örökítését. Ezért az utánpótlás kérdésére az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettek, aminek az eredményei a húshagyati bálon is tetten érhetőek voltak, hiszen nem csak felnőttek, hanem egészen kicsi gyerekek is felléptek. Kinek nincsen szeretője, menjen ki a zöld erdőbe, írja fele, felebérre, neki nincsen szeretője. Írja fele, felebérre, neki nincsen szeretője.
A Székely unokák műsorát Bolyás Eszter ének és gitárszólója nyitotta meg, majd a legkisebbek csillantották meg tehetségüket, székely népviseletbe öltözve, élőzenére énekelve és táncolva. Természetesen a bátaszéki székely dalkör sem maradhatott ki a sorból. Most oránki cérna, szép buba izuka, fordulj angyal módra. Nem kell nékem se térdek, se álmotok, de asszonyok, induljunk a keresztelőbe, mert a férfiak előbb odaérnek. Mivel a húsvétot 40 napos bőjt előzi meg, az andrásfalviak a farsang végén még egyszer kimulatják magukat. Régen a húshagyati bál húshagyó vasárnap ebéd után elkezdődött, és húshagyó kedden évfélkor a megszólaló harang vetett véget a mulatozásnak. Ezt a húsvéti ünnepkörhöz tartozó népszokást a bátaszéki székelyek baráti köre is minden évben megtartja. Igaz, ők nem három napig, hanem csak egy estét mulatnak. A húshagyati bálra minden évben nagyon készülnek. A nem is olyan régen megalakult székely tánccsoport is előadott egy koreográfiát. De most már járjuk el a keresztapáj! Húzzad! Amióta tudom, az eszemet mindig volt bál. Volt, amikor csak 13-an voltunk, de akkor is volt bál, meg kazettás zenére volt, de már azt mondta a zenekarunk most, hogy ő már 13 éve jár ide, úgyhogy több-kevesebb, de inkább több sikerrel, mert nem tudunk sokat hívni, mert kicsi a terem, nem. Száznál többet nehéz ide bezsúfolni. Mi komolyan készültünk arra, hogy egy szép húsvéti bál legyen, mert most vége van a farsangnak, most ott egy viszonylag hosszú farsang, mert már az idő is kezd jó lenni, pedig még vissza van a 40 napos bőjt, amit a vallásos embereknek be kéne tartani, és csak utána lesz igazán. Utána szabad fellélegezni, de most még éjfélig, még ezt a kicsi ideig még szabad mulatni. Ki lehet kelni az embernek magából. A bálozók a Székely Tánccsoport műsorát követően megrohamozták az előtérben felállított asztalokat, ami roskadásig megtelt a disznóvágáson elkészült friss fogásokkal. Hosszas kélelést követően stábunk is beadta a derekát, és megkóstoltuk a székely emberek által levágott disznóból székely módra elkészített disznótorost. Jelentjük a kolbász és a véres hurka mellé kínált hagymával megbolondított cékla és krumpli saláta igen ízletesen volt elkészítve. A bál pedig folytatódott. Úgy tudjuk, éjfélig tartott a mulatság. Elmozdult arról a mélypontról, ami ősszel jellemezte, és a mélybe taszította a bátaszéki foci csapatot, de a tavaszi idény eddig meghatározó csapatok ellen lejátszott három mérkőzés egyikén sem tudott még csak pontot szerezni se a bátaszék. A védelem átszervezésével, fiatalok bevetésével próbálja meg a felzárkózást Brecska László edző, aki a kívülről nem látszó, de ma is nagyon is létező problémákról is beszél. Ahhoz képest, amilyen állapotban volt a bátaszéki csapat az őszi idényben, a 6-7 gólos vereségek időszakában, tényleg lehet pozitívumokat találni a legutóbbi két fordulóban. Előbb a Tolna ellen odahaza elszenvedett 3-1-es vereségben, és a Dunaföldvári 1-4-ben is, mert a hazaiak ezen a meccsen sokáig csak 1-0-ra vezettek, és 2-0 után megszületett bátaszéki gólt követően képes volt már nem csak épkézláb támadásokra a Brecska csapat, hanem gólveszélyesekre is, amely azért a hajrára, ha nem is annyira erőlétben, de koncentrációban mindenképpen elfogyott. Így 3-2, avagy döntetlen helyett az erősebb keretű és a felkészültebb fiatalabb Földvár lőtt újabb gólt, és nyerte 4-1-re meccset. Sovány vigasz, a játék képe ekkora különbséget nem mutatott. Az utolsó 10-15 percben volt három nagy helyzetünk, amiből egyben megy, tudom, nem vannak éte pontot, csak a lelkek, azok mindjárt egy kicsit boldogabbak, kicsit meg vannak simogatva, de ahogy mondta is, erre lehet építeni, ezekre a játékosokra lehet számítani, ennyien vagyunk, viszont meg kell, hogy köszönjem nekik, mert oda teszik magukat, és én azt gondolom, hogy majd jönnek azok a mérkőzések, következő 4 forduló, amiben mi
pontokat tudunk szerezni, amivel biztosítjuk a bennmaradásunkat, ami most ez a reális cél. A Bátorszék nagy problémája, hogy két meghatározó belső védőjére, Calka Norbertre és Kis Péterre gyakorlatilag ebben a bajnokságban már nem számíthat. Itt már eddig is rengeteg meccs ment el ezen a poszton, olykor megalázó különbségekkel, így Brecska a hátsó stabilitás érdekében hátra vezényelte a középpálya vezéregyeniségét Botos Tamást, előtte pedig Samu Péter volt legutóbb a második középső védő. Kísérletképpen még legképzettebb játékosainak egyikét, Faller Andrást is visszavezényelte erre a posztra a dunaföldvári meccs második félidejében. Fallert bevittem a védelembe. Sajnos volt egy nagyon nagy egyéni hibája, amiből utána gyakorlatilag gólt kaptunk. Én akkor is azt mondom, hogy... Ha jobban működött volna a Botos Samu kettős az első félidejében. Igen, némileg azt kell, hogy mondjam, hogy jobban működött, de a támadó játékunkban akkor is éreztem egy kis hiányt, egy kis szenvedélyt, ahogy szokták mondani, a szenvedélyt. Tehát az, hogy minden labdára elmegyek és megpróbálom megzavarni az ellenfél védelmét, amelyik úgy egyébként egybe van, de én azt gondolom, hogy minden védőt, hogyha rárontanak és megtámadják, és ezt többször megteszik vele, akkor zavarba lehet hozni. Persze ehhez megfelelő erőlét, jó kondíció kellene. Javult a játékosok hozzáállása a hétközi munkához, de még mindig nem jellemző, hogy 10-12 játékosnál több jelenne meg a hétközi általában még esti edzéseken. Ez továbbra is hátrány a mezőny első feléhez tartozó csapatokhoz viszonyítva, nem beszélve az ütőképesség dolgában megmutatkozó objektív hátrányokról. Több minden hiányzik a keretből, ahhoz, hogy a régi fényében tündököljön a csapat. Legfőképpen egy belső védő. Igen, azt tudjuk, azon túl. Aztán hiányzik két középpályás, és aztán hiányzik két csatár, aki tényleg a kapu előtt azt oda is tud érni, időben oda tud érni. Brecska amúgy érdeklődött kollégájánál, Hagymási Zoltánnál, hányan vesznek részt a hétközi munkában, mennyit edzenek náluk Dunaföldváron a játékosok. Itt a mérkőzésről beszéltem a kollégával, 16 ember jár edzésre, hát én azt hiszem, hogy akkor innentől kezdve már tudjuk, hogy miért vagyunk mi ott, ahol mi vagyunk, és ők miért vannak ott, ahol ők ott vannak. Az első hatba kerülés, és ki kell mondani, nem reális cél a mai Bátorszékkel kapcsolatosan, helyette inkább a biztos bentmaradás kiharcolásáról kell beszélni. Mi elindultunk úgy tegnap, hogy 19-en leszünk. Elindultunk úgy, hogy már csak 16-an voltunk. És az abban is volt 3 kapusom, és 2 sérültem. Alig ha véletlenül, hogy azon a pénteki edzésen 9 emberre találkoztam, amikor meglátogatunk benneteket a Cikádor magazin apropója? Már majdnem csúcsra volt áratva akkor a létszám, az edzés létszám. Új szabályok mentén lehet a földeket adni-venni egy januárban életbe lépett törvény értelmében. Az új szabályozás szerint az Agrárkamara a mainál jóval nagyobb hatalmat kap a földvállások irányítása területén. Lényegében a szervezet dönti el, hogy kinek lehet eladni a földeket. Erről és a külterületi utak felújításáról is szó volt azon a gazdafórumon, amit Bátorszéken tartottak helyi gazdálkodóknak. Nem csak informálódni jöttek a bátaszéki gazdák arra a fórumra, amit minden évben megtart a település vezetése. A gazdálkodók tavaly is és idén is hozzájárultak a külterületi utak felújításához. Bátaszéken az önkormányzattal együtt fejlesztik az utakat, hogy könnyebben megközelíthetővé váljanak a földek. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere azt mondja, tavaly 1,5 millió forintot fizettek be a gazdák az alapba, amit azonban nem költöttek el. Így idén összesen 4 millió forint jut erre a célra. Talán megyében egyedülálló módon mi egy olyan kezdeményezést fogadtunk el 2018-ban, amiben bevontuk a bátaszéki gazdákat is, hogy próbáljuk meg közös költségvállalással azokat a külterületi, elsősorban frekventált utaknak a karbantartását megoldani, amelyek egyrészt a város számára is fontosak, meg természetesen a mezőgazdasági vállalkozók számára is. A tavalyi esztendő ugye egy kicsit megcsúszott, hiszen március végére tudtuk gyakorlatilag nyílbeütni ezt a megállapodást. Ettől függetlenül a gazdák igen aktívan vettek részt, mert mintegy 1,5 millió forintot fizettek be ebbe az alapba, de ezt nem tudtuk 2018-ban már elkölteni, így áthoztak a gazdák mintegy 700 000 forintnyi keretösszeget, ami 2019-ben. Ennek megfelelően durván az ő felhasznált 700 000-ükből mi is hozzáraktunk ekkora összeget, és ezért gyakorlatilag Bátaszéken a Vörösmarty utca folytatásában lévő külterületi szilárd burkolat került egy kicsit felújításra, kátyúzásra, javításra. Ebben az esztendőben bízva abba, hogy esetleg a gazdák ugyanebben a mértékben hozzájárulnak, plusz amit áthoztak maradványt, egy nagyobb mértékű felújítást lehetne végezni. Arra fogunk javaslatot tenni, hogy a Bonyhádi út és a
úgynevezett Kakastanya közötti átkötő szilárdburkolati útnak a kátyúzását, javítását végezzük el majd ebből az összegből. A fórumon a mezőgazdasági vállalkozások hitelezési kedvéről és a számukra kínált pénzügyi lehetőségekről is szó volt. Kelendőek voltak, mert a mezőgazdaság folyamatosan fejleszt, és a földvásárlásnak mindig aktualitása van, és erre van egy saját konstrukciónk, a birtokfejlesztési hitel, ami akár a megvásárlandó föld 100%-áig igénybe vehető, ez egy igen kedve konstrukció, és az agrárszétségnyi kártya a másik területen, ami a likviditás és a forgóeszköz igényeket hivatott kielégíteni, ennek az összege 50 millióról 100 millióra emelkedett. Ez szintén nagy segítség a mezőgazdasági vállalkozások körében, hiszen ez a hitelfajta az, ami számlával nem kötelező elszámolni, hanem szinte szabad felhasználású hitelként kezelhető, valamint a vidékfejlesztési program keretében megnyert támogatásokra egy komplex programot dolgoztunk ki, ami a garanciától a támogatás megelőlegezésen, a beruházási hitel és az ehhez tartozó forgóeszköz hitel igényeket is ki tudja elégíteni. Az idei évben jelent meg az NHP fix hitelprogram, ami a mezőgazdaság részére is igénybe vehető, ez beruházási hitel új és használt tárgyi eszközök vásárlására lehet igénybe venni, 10 éves futamidővel fix 2,5%-os kamattal. Azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, amit érdemes és ki kell használni a vállalkozások területén, és kiemelten a mezőgazdaságok is tudják használni. Új szabályok mentén lehet a földeket adni-venni egy januárban életbe lépett törvény értelmében. Vendégedit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke adott tájékoztatást a bátaszéki gazdáknak az új szabályozásról. Nagyon széles az a társadalmi kör, ami tulajdonképpen a földadásvételeket véleményezi az Agrárkamara berkein belül. Országosan 12 ezer fő foglalkozik vele, és Tolna megyében a települési agrárgazdasági bizottságok, akik a véleményt megfogalmazzák a helyi érdekek érvényesítése mentén, 598 fő, tehát majdnem 600 fő az, aki nálunk foglalkozik földforgalmi ügyekkel. Vendégedit kifejtette, a kamara területi szervei azt nézik, átláthatóak-e a birtokviszonyok, a vásárlással érvényesülnek-e a helyi gazdálkodói közösség érdekei, valamint hogy a vevőnek és családtagjainak mennyi földjük van a környéken. Ha valamit nem találnak rendben, megtagadhatják az újabb föld vásárlását. Az Agrárkamarának az a feladata, hogy földforgalmi ügyekben, tehát az adásvételek kapcsán, a haszonbérletek azok nem tartoznak még ez alá az eljárás alá, olyan véleményt mondjanak, ami a helyi gazdálkodóknak az érdekeit képviseli. Tehát igazság szerint egy kis szubjektív szempont a törvénynek az objektív paragrafusai mellett. Ennek tulajdonképpen az volt a célja, amikor a földforgalmi törvényt létrehozták, hogy magyar kézben tartsák a termőföldet, a spekulatív földvásárlások ki legyen szűrve, és a helyi gazdálkodók legyenek tulajdonképpen előnybe helyezve. Fellebbezni lehet a kamara döntése ellen, a bíróság ugyanakkor nem változtathatja meg az agrárkamara döntését, ehelyett csak azt mondhatja, hogy kezdődjön előről a teljes folyamat. A Magyarországi Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége úgy fogalmazott, alkotmánysértő a földtörvény azon része, amely szerint a kamara családtagok személyes és vagyoni adatait is bekérheti. Úgy vélik, ez visszaélésekre adhat lehetőséget. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!